Sziasztok, ez itt a Zsófilter, én Balogh Zsófi vagyok, és vendégem Óbert József, a Józan Babák Klub munkatársa. Szervusz, köszöntelek a misorban. Szia Zsófi, és köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Itt vagyunk nálatok, Sorok Sáron, ahol egy intézményt működtettek, egészen konkrétan egy támogatott lakhatás intézményt. Mesélj arról kérlek, hogy kik és hogyan kerülnek be ide, és mit csináltok itt? A támogatott lakhatás az egy szociális intézményi forma, olyasmi, mint anyaotthon, idős otthon és más hasonlók, a szociális törvényben van egy ilyen fogalom. Itt alapvetően ugye a nevében is benne van egy lakhatást biztosító szolgáltatás, de alapvető jellegzetesség, hogy egészségi állapot alapján jogosultak emberek bekerülni, tehát nem egy tisztán szociális programról van szó, vagy bérlakás programról, hanem ez egy egészségi állapotból kiinduló szolgáltatás. Magyarán, akinek hát úgy mondják ezt egy nemzetközi egyezmény kapcsán, ez egy ENSZ egyezmény, hogy fogyatékosnak minősül, de ez nem a magyar megszokott fogyatékosság fogalom, hanem akinek valamilyen átmeneti vagy tartós egészségügyi probléma miatt a társadalmi életben való részvétele valamilyen módon korlátozott, az szerezhet jogosultságot, hogy beköltözzen egy ilyen intézménybe, amihez aztán kapcsolódik rengeteg egészségügyi és szociális és jogi és mindenféle más tevékenység. És kik azok, akikkel ti foglalkoztok itt konkrétan? A Józan Babák projekt az, az alakulásától kezdve most már 15 éve fut ezen a néven, az elsősorban addiktológiai vagy kapcsolódó mentális problémákkal rendelkező nőknek szól, ritkán férfiak is előfordulnak, mert akik a gyermekvállaláshoz kapcsolódóan jelennek meg nálunk, jobbára egyedülálló nőkről van szó, akiknek valamilyen egészségügyi problémájuk van, amihez aztán társul általában rengeteg más hajléktalansággal, vagy különféle egyéb lakhatási krízisekkel kapcsolódó de életvezetési probléma, vagy az élethelyzetük, a családi problémák, bántalmazó kapcsolatok. Tehát nagyjából ez a kör. És itt mi elsősorban a, a várandós gondozásban kezdtünk el annól segíteni embereknek, mert nem nagyon tudták, hogy hová forduljanak. Mondjuk, ha volt valamilyen addiktológiai problémájuk, akkor nem nagyon találtak olyan helyet, ahol tanácsot kérhettek volna. Tehát végső soron az érintettek maguk, tehát egy önsegítő jellegű kezdeményezés volt ez az elején hogy akkor legyen meg az a kapcsolatrendszer, hogy a nőgyógyász, aki szívesen fogad problémás embereket, vagy jogász, pszichiáter, és így tovább, és az ő elhelyezésüket hogyan lehet menedzselni anya más intézményekkel, innen indult, és aztán ez fejlődik szépen. Úgyhogy most már van saját bentlakásos intézményi rész is. Tehát adott egy várandós anya, akinek Valamilyen szerhasználati problémája van, mivel találkozik ő, ha mondjuk ezt elmondja az orvosának, vagy a védőnőnek, vagy akármilyen ellátásban részesül? Egyáltalán elmondja-e, és ha elmondja, akkor mivel találkozik tipikusan? Hát a kezdetektől az volt a benyomás, hogy nagyon vegyes, mert hogy ezek szakmák, tehát hogy valaki védőnő, vagy szülésznő, gyógyász, hogy más szakmát megtanul, nyilván, ami ahhoz tartozik, azt elvégzi, de hogy amikor egy ilyen plusz probléma megjelenik, hogy valaki beállít azzal, hogy ő egyébként egyszer használó, vagy neki valamilyen mentális problémája van, egyéb szociális kapcsolódó problémákkal együtt, akkor azzal azért nagyon vegyes, hogy ki mit tud kezdeni, van, aki mondjuk megijed az ilyesmitől, elmondja, hogy elnézést, én nem vagyok kompetens, forduljon az addiktológushoz, a szóval küldözgetik tovább, mert igazából senki nem tudja, hogy mit is kellene csinálni. Ez nem feltétlenül rossz indulat, egyszerűen csak a, a nem nagyon tanultak emberek ilyesmit, nincs mögötte ellátórendszer, nincs hová irányítani egy adott szituációban, akkor mit tud tenni. Tehát mindenki a maga szakmájában így a biztonsági megoldásokat elmondja. Ugye ez, ez, egy ilyen jellegzetes probléma volt, hogy nagyon sokszor mondták, hogy valaki használt ilyen tipikus parti drogos szerhasználók, ecstasy, speed, ilyesmi, és hogy mondták, hogy menjen abortuszra. Kérdezték, hogy miért? Hát nem tudjuk, de az olyan biztonságosabb, hogy nem lesz majd baja egy leendő gyereknek. Lehet baja? Egyébként ez mennyire egy ilyen tévhit, amit az emberek erről gondolnak? Mindenből lehet baja egy gyereknek, természetesen nem használ az, hogyha bármilyen pszichoaktív szert használ valaki egy várandóság alatt gyakori az, hogy ez a várandóság elején történik, amikor még nem is tudja, hogy gyereke lesz, tehát nem feltétlenül, amikor miután erről tudomást szerez, akkor mindenki nagyon visszafogja magát, vagy elhagy szerhasználatot, tehát, hogy, hogy de az elején ezt nem lehet tudni, tehát belecsúszhat bárki ilyesmibe, aki fiatal elmegy szórakozni, és ez történik vele, ugyanúgy egy szilveszteri buliban is isznak az emberek, és akkor kiderül, hogy ja, akkor én már megfogantam, de ezt utólag tudja meg. És akkor ott van a nagy kétségbeesés, hogy jaj, mi lesz ebből. És akkor elkezd keresni az ember olyat, aki, aki ezzel hajlandó, vagy tud foglalkozni, tud tanácsot adni, de ez, ez nincs kiépült szolgáltató rendszer, akkor ugye hát mindenki így vakon elindul, és aki szembe jön, attól megkérdezi. Ezt nem vagy tud válaszolni, vagy nem. Tehát nagyon esetleges a dolog, és minthogy például erre a problémakörre Magyarországon nincs szakmai protokoll. Ő vannak egy ugye addícióval foglalkozó el, vagy addíciós problémákkal foglalkozó ellátások, de valamiért nem ér össze ez a két szakterület, hogy mondjuk a várandós gondozás, meg az addikciós ellátás, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát ezek miért? Külön szakmák egymás mellett nyilván valami alapszinten tudnak kommunikálni egymással, de, de nagyon kevés, tehát valóban nem ér össze olyan, hogy külön addiktológiai ellátottakra várandós gondozás, vagy perinatális ellátás, tehát ez ugye a szülés körüli időszak, utána is kell foglalkozni tehát hogy, hogy ilyen nem jön létre, ezek külön szakterületekként funkcionálnak, és mindenki elmondja, amit a saját szakmájából tud. Tehát az egy ilyen külön protokoll lenne, hogy mit kell csinálni mondjuk egy nőgyógyásznak, hogyha egyben addiktológiai probléma is jelentkezik, illetve az addiktológia megjelenik valaki várandósként, akkor ott mit kell tenni. Ilyen protokoll nincs Magyarországon a mai napon se, tehát egy orvos igazából, vagy egy szociális munkás, vagy bárki más, aki ebben dolgozik, hát az általa beszerzett tapasztalatokból, ismeretekből dolgozik, de ilyet nem lehet tanulni, nincs ilyen tananyag egyetemeken, nagyon-nagyon érintőlegesen esetleg említik, tehát mindenki magánszorgalomból megpróbál ezekkel a helyzetekkel valamit kezdeni. És jellemzően hozzátok, Kik fordulnak, milyen állapotú érintettek, tehát hogy ugye nyilván szerhasználat is rengeteg féle van, ahogy te is említetted a parti drogoktól kezdve, de egészen gondolom a gyógyszerhasználatig, tehát nem csak ez a klasszikus kép, ami így él a fejünkben, nem tudom, a filmekből. Tehát, hogy akikkel ti találkoztok, egyáltalán milyen módon találkoztok velük? Ugye itt, ahol vagyunk, ez egy lakhatásbiztosító intézmény, de hogy vannak más tevékenységeitek is, amikor találkoztok szerhasználó, várandós vagy kisgyerekes anyákkal. Jellemzően kik azok, akik, akik titeket felkeresnek? Hát itt fontos a helyszín, ugye a program maga az a Budapest 8. kerületében kezdődött, tehát a Józsefvárosban ahol mondjuk a 15 évvel ezelőtti állapotokat, ha megnézzük, hogy a demográfiai adatok például érdekesek, hogy Budapest népessége akkor egy csökkenőben volt, mert neki költözött ki az agglomerációba, kertesházakba, vagy valami nyugisabb helyre. Eközben mondjuk a 8. kerületnek az a, azon a részén, ahol mi voltunk, ez a Magdolna egy tehát ilyen utca, Dobozi és hasonlók, ott a népesség szám akkor is növekedett. Tehát az egy ilyen nagyon furcsa kis sziget volt így a városon belül. És hát ennek az volt az oka, hogy ott ugye sok gyerek született, az a jellemző háztartás, hogy vagy valaki egyedül él egy kis lakásban, vagy sokan laknak egy kis lakásban, és ugye ott a szerhasználat is egy sokkal elterjedtebb jelenség volt, mint máshol. Tehát ugye a dolog kellős közepén kezdtünk el mi működni. Nyilván akkor tájt, ugye ez a szokások változtak, akkor még nem annyira online kapcsolatokra voltak berendezkedve emberek, hogyha nem okos telefonokkal közlekedtek, tehát akkor inkább a környéken lakók hozták be egymást. És ott jellemző volt az, hogy intravénás használók, vagy ilyen súlyosabb szerhasználati problémákkal jelentkeztek, akkor tehát még nem designer drogokról beszéltünk, hanem mondjuk ópiát fogyasztók, amfetaminosokról, tehát hogy nagyjából ez, ez volt az eleje, és aztán ez változott meg nyilván azzal, hogy más szerek kerültek piacra, illetve hát hiába mondjuk mi, hogy egy addiktológiai szolgáltatás vagyunk, de természetesen mindenki más is jelentkezik, különféle pszichiátriai problémákkal, meg pusztán lakhatási krízissel, tehát hogy, hogy ennél fogva sokkal többféle ember jön be a legkülönbözőbb élethelyzetekből. És hát ugye az is egy fontos dolog, amit említem, hogy milyen Szerhasználda a gyógyszert említetted, tehát az addiktológia se olyan, hogy mondjuk az intravénás használókat kell elképzelni. Nyilván előfordulnak, de messze nem ez a legnagyobb probléma, hanem mondjuk az alkohol is ilyen, amit legálisan forgalmaznak. A gyógyszerek pedig egészen elterjedtek, tehát ez egy becslés, hogy Magyarországon ma tízből négy terhesség valamilyen módon érintett altató-nyugtató használatban, tehát hogy ez, ez az alkalmi használatot is jelenti, tehát ez évente valójában több tízezer terhességet jelent, úgyhogy nagyon-nagyon vegyes kép ez valójában. És hát igazából ott látszik, hogy mennyire, amikor elterjedtek ezek a telefonok, amin keresztül emberek mostanság az életüket élik, egyre inkább, ez nálunk olyan 2015 körül fordult át, hogy már elsősorban online jelentkeztek be emberek, és nem is csak Magyarországról, külföldről is, akik mondjuk például prostituáltak, dolgoztak Németország, Ausztria, Svájc, és így tovább. És akkor hirtelen megszűnt ez, hogy, hogy egy ilyen kis körzetben működünk, hanem, hanem gyakorlatilag egy ilyen hirtelen így Európára kiterjedő jelzőrendszerünk lett, és akik hazatérnek külföldről, vagy az ország bármelyik határvidékéről jelentkeznek be, és utána ide őket Budapestre, ha szükséges ellátni itt őket. Tehát, hogy ez, ez, ez nagyon megváltozott, és Ebből következően még többféle különböző élethelyzettel találkozhatunk. Említetted korábban már a, a bántalmazást, most a prostitúciót. Mennyire függ össze a szerhasználat, illetve ezeknek a nőknek a, a helyzete a különböző ö, kizsákmányolási formákkal, kiszolgáltatottsággal? Hát Nálunk nyilván azok jelentkeznek, akik ö, ilyesféle értembe áldozatok lesznek, nem mindenkit látunk mi sem, tehát mondjuk a felső középosztály vagy a még felsőbb rétegek meg fogják oldani úgy, hogy nem kell egy ilyen szociális szolgáltatásba jelentkezniük, tehát hogy az a kép, amit mi látunk, az nyilván ennyiben nem egy reprezentatív minta, hanem mi azokat látjuk, akik nem tudják ezeket a helyzeteket megoldani, tehát mondjuk ha hazajön, valahonnan nincs hova menni, nincs hol lakni, a, nem tudja mit kezdjen ezzel a szituációval, tehát rögtön segítséget kell kérnie. Igen, az jelentős mértékben vele jár, hogy akik ilyen életformát élnek, élethelyzetekbe kerülnek, nagyon sokszor bántalmazott emberek, akár gyerekkoruktól kezdve, már a saját családjukban is, tehát rengeteg olyan történetünk van, amikor a gyakorlatilag kiskorúként, tehát és 18 éves kor alatt már javában prostituált volt valaki, vagy a családjában is kihasználták, és azt Elindul világbe, szerencsét próbálni, és hát meglehetősen mostoha viszonyok között, itthon is, külföldön is. Ugye ebben a helyzetben minket akkor találnak meg, amikor gyereket vár valaki. Na ott ezek a problémák nagyon felerősödnek, mert, mert még egy felnőtt ember mindenféle viszontagságok között tud közlekedni, de egy gyerekkel a kezében már nem és ott, ott rögtön ezeket a problémákat rövid távon meg kellene tudni oldani, tehát ott olyan kihívások jelentkeznek, amivel hát addig se tudott mit kezdeni, ilyenkor meg pláne nem, hova fogok én menni, ha megszületik a gyerekem. És akkor itt rögtön elkezdődik egy ilyen nagy kaland, hogy egyszer egészségügyi problémákat kezelni, általában kapcsolódó jogi eljárásokat, és még egy nyugodt várandós gondozást biztosítani valakinek e közben, és a végén még hova megy ki a kórházból a gyerekével, mert mindenkinek az az elsődleges, hogy nem szeretné elveszíteni. És akkor ezt oldjuk meg. Tehát mindig egy ilyen nagy krízistömeggel esnek be emberek, és, és akkor ilyen nagyon rugalmasan kell működni, és gyorsan és hatékonyan, hogy a végén egy sikeres történet legyen belőle. Mennyire tesz rá még erre az, hogy stigmatizáltak is ezek a nők, mondjuk a társadalom, vagy akár a szakemberek által? Mennyire tapasztalják azt, hogy nyilván, hogyha várandósként valaki szerhasználó is azt nem biztos, hogy meg fogják érteni emberek, azon kívül, hogy egyébként teljesen valós problémákkal is küzdeni kell. meg a rendszer mennyire stigmatizálja őket, tehát mennyire mondjuk büntetik akár a nőket azért, mert nem tudom, a, vesz a veszélyeztetése címén szerhasználók voltak, vagy azok éppen... Hát először is a, a szakember az nem egy külön állatfajta, tehát a szakember pontosan annyira előítéletes, vagy éppen megértő, mint a társadalom bármely más szereplője. Tehát nem ebben különbözik, bizonyos problémákat tud kezelni, mondjuk nyilván, mert az a szakmája, de de a mögöttel lévő emberi viszonyok azok semmivel sem másabbak. Tehát, hogy nincs egy ilyen külön... Viszonyulási rendszere valamilyen szakmának vagy szakmacsoportnak. Az általánosságban az a helyzet, hogy itt is nagyon vegyes, tehát hogy a, vannak emberek, ez főleg azoknál, akiknek a környezetében már volt valamilyen személyesen megtapasztalható eset, ők hirtelen máshogy szoktak ehhez viszonyulni. Tehát azt mondjuk, hogy valaki mondjuk terhessége elején szerhasználó volt, mert sokat bulizott, és ott ez történt vele. Hát akkor nyilván egy olyan közegben, ahol ezt már látták egyszer-kétszer, ez a, ez a, személyes környezetben az életforma része, ott egész máshogy fognak viszonyulni, mint egy olyan közegben, ahol még sose láttak ilyet. Tehát ugye ez nem szakmai kérdés, ez személyes tapasztalat kérdése, és a szakember is úgy viszonyul hozzá, hogy látott-e már ilyen esetet, vagy nem, aki igen, és szerez ebben valami rutint, az nyugodtan ugyanúgy dolgozik ilyenkor, mint, mint bárki Mással, akinek meg mondjuk az első esete, hogy egy problémás szerhasználó mondjuk bemegy egy nőgyógyász szakrendelésre, és sose látott ilyet, ő meg hirtelen érthetően izgulni fog. Tehát, hogy ez, ez nagyon a tapasztalatokról szól, hogy ki, ki mit látott életében már. Ezért ez egy kicsit aggasztó, hogy a, hogy a tapasztalatra kell kb. bízni magukat az embereket, ahelyett, hogy mondjuk megfelelő tudás legyen erről mondjuk az egészségügyben úgy alapszinten, tehát hogyha egy várandos nő akárhol bemegy egy orvoshoz, akkor ne azt kapja, hogy vetesd el a gyereked, mert, mert talán az jobb lesz, hanem hogy mondjuk lenne erről egy ilyen alapvető tudás, ez, az, ez hasznos, ha van, de a tapasztalatot nem fogja felülírni. Tehát, hogy persze fontos, hogy mindenkinek legyen valamilyen szakmai tudása, és azt maga biztosan használja, de az, hogy, hogy ott, amikor így egy az egyben beszélni kell egy emberrel, aki felsorolná, ha van köztük megfelelő kommunikáció, akkor elmondaná, hogy neki mennyi egyéb más problémája van az életben, reménytelenül soknak tűnik, illetve egy, -egy nő ezt nem fog lakhatási kérdéseket megoldani, tehát vagy, vagy, az addiktológiai problémákat, tehát hogy ott, ha, ha így felszeleteljük az ellátást, és mindenki csak a saját szűk szakterületével foglalkozik, akkor arra a nagy csomó problémára egyben nem fog tudni válaszolni. Ugye erre van az, az a törekvés mindig, hogy ilyen közösségi alapú ellátások jöjjenek létre, közösségi addiktológia, közösségi pszichiátria és hasonlók, ahol nem, nem ilyen fragmentált módon jelenik meg mindenki, hanem, hanem lehetőleg egy helyen sokféle problémát egyszerre lehet kezelni, és mondjuk az ilyen multidisziplináris tímek, amikben a egyszerre van jelen a nőgyógyász, a jogász, a szociális munkás, az addiktológus, és így tovább, és ők közöttük zajlik egy megfelelő esetmenedzsmentnek mondhatnánk, hogy, hogy, hogy képesek a másik szakmáját is meghallgatni, azokat a szempontokat is beépíteni, és a végén mondjuk ők közösen hoznak döntéseket, vagy próbálnak valamilyen valami megoldásra törekedni, ez hatékony de ez nem egy külön-külön szakrendelők. Mm. Szóval amikor így küldözgetik az embereket, hogy most delegáljuk a problémát a nem tudom én helyi családsegítőben, mit fog tudni csinálni. Tehát ez, ezek ilyen egységes tímeknek kell lenniük, úgy működik. És hogy kerülnek ide mondjuk ebbe a támogatott lakhatási programba nők hozzátok? Ez hogy néz ki? Kérlek szépen, ez 17-ben nyílt meg, és hát ez egy erősen kísérleti jelleggel. Ugye annyit kell erről tudni, hogy a támogatott lakhatás az egy ENSZ-egyezmény származéka. Mert említettem ezt a fogyatékosság fogalmat, amit az ENSZ-egyezmény 2006-ban jött létre, Fogyatékosok Esélyegyenlőségéről, hosszú nevű egyezmény. Ebben a fogyatékosságot nagyon lazán definiálják. Ez nagyjából a minden tizedik ember beletartozik és ebből fakadnak különféle jogosítványok, hogy kivel mit kell csinálni. A támogatott lakhatás az ennek a származéka, ami a szociális törvényben ilyen címen jelent meg, és hogy arra vonatkozik, hogyha valakinek valami átmeneti vagy tartós egészségkárosodása van, akkor neki gyerekvállalás esetén, két fő szabály van, egészségi állapot alapján tilos gyereket elhelyezni, tehát nem lehet tőle pusztán azért elvenni, mert nem egészséges. Kettő, a magyar államnak van kötelezettsége, hogy ilyen esetben szolgáltasson. Illetve hát mint egy ez egy, mindenhol a világon ez egyformán érvényes. Tehát ha valaki mondjuk, nem tudom, hogy mozgássérült, és, és, különféle komplikációk adódnak ebből, hogy hogy fog terhes gondozásra járni, szülni, hogy megy haza a gyerekével, alkalmas-e az a helyszín, hogy őt ellássa, és így tovább. Ugye az, hogy valaki mozgássérült, az nem gyerekveszélyeztetés, tehát tilos elvenni tőle a gyerekét, hanem akkor bizony szolgáltatni kell. És a támogatott lakottás az 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 intézményi forma, amiben addig mentális problémákkal, látássérült, hallássérült, mozgássérült, és így tovább emberek kérhetnek és kaphatnak ellátást. Ugye ez, ez amit mi 17-ben kinyitottunk, ez úgy nézett ki, hogy bejöttek nők, itt csak nők laknak a, a nálunk, absztinenst nők, ez fontos, tehát itt azért, azért lényeges, hogy gyerekek körül nem nincs aktív szerhasználat, tehát ez, ez csak utána érvényes. És miután a jogszabály nem tiltja, mondtuk, hogy hát akkor lehet jönni újszülöttel, nagyobb gyerekkel, tehát hogy együtt költöznek. Ez ment egy évig, körülbelül 2018-ban jeleztük kormányzatnak, akkor még Balogh Zoltán volt a lemmiben a miniszter, hogy most egy éve ezt csináljuk, ez egy működő program, így aztán fogta magát minisztérium, és kivonult ide, itt tartott egy-két kihelyezett ülés nálunk, és megállapították, hogy ez egy remek dolog, ennél fogva a végén ebből egy törvénymódosítás lett, tehát ami 19. január 1-től kezdve hatályos, ami arról szól, hogy a támogatott lakhatásokba, tehát egy egészségi alapon bekerülnek emberek, és a gyerekük az ő jogukon, szintén ellátotti státuszt kapott, kaptak, tehát úgy, mint egy anya otthonban mondjuk szülő és gyerek nyilván értelemszerűen együtt költözik, vagy egy családok átmeneti otthonába, de ezek szociális alapú intézmények, ez meg az egészségi állapot alapján ugyanúgy a szülő jön és hozza magával a gyereket. És akkor nem csak egy ilyen tartozék, aki ott van vele, hanem, hanem a gyerek maga is ellátotti pozícióba került, úgyhogy most 19 elejétől kezdve ilyen módon sikerült így megreformálni valamelyest a rendszert. Ez egy nagyon nagy létszámról szól, mert hogy ugye ez a jogosultság, hogy mondtuk, hogy körülbelül egy millió embert érint Magyarországon egy adott pillanatban, akik jogosultak ilyen ellátásra, még hozzáadjuk a gyerekeiket, Ugye az már a felnőtt részleg is a magyar társadalom 10%-a, plusz a gyerekek, az egy elég jelentős társadalmi rétegről szól, és nem szociális alapon, meg ez szegényekre, gazdagokra egyformán ugyanúgy érvényes, akkor a gyerekük is bekerülhet. Tehát ez a, ez a felállása a most, hogy nálunk addiktológiai alapon jelennek meg, vagy ilyen diagnózisokkal, de, de hát a legkülönfélép csatornákon, hajléktalan szállókról gyakran jeleznek, hogy valaki ott várandós lehet, ugye oda nem viheti majd haza a gyerekét, vagy különböző addiktológiai osztályokról, pszichiátriai osztályokról, illetve hát az ismerősök láncolata, tehát hogy ami, ami működik és akkor ezeken a csatornákon jönnek be jelzések. Vagy éppen utcáról is szedtünk már úgy össze a majdani lakót, aki ült az autóban, az volt az ő lakhelye, napi ezer forintért bérelte az autó ülését, azt meg tudta fizetni, és akkor nyolc hónapos terhesen onnan szépen bevittük a kórházba, Szülőt aztán jött ki a gyerekkel együtt. Tehát nyilván az autóban nem mehetett volna vissza egy új szülöttel. És aztán, amikor már itt vannak, akkor mi az, amit történik velük, illetve mi az a cél, ami felé aztán ők próbálnak tovább menni? Mert hogy itt alapvetően minél nagyobb önállóságra törekedtek, meg törekszenek azok, akik, akik bent laknak. Tehát ez nem egy ilyen akkor most itt lakunk, örökké című történet, ha jól értem. Ez változó lehet, tehát hogy az eddigi tapasztalatok alapján, ami most egy olyan négy és fél év működést jelent bent lakásban, nagyjából három féle csoportot tudunk így tapasztalatból meghatározni. Az egyik része a társaságnak az egy rövid azt kell mondjam, hogy inkább kríziskezelés jellegű munka, amikor szülés előtt találunk valakit, előfordulhat, hogy előtte már beköltözik, innen megy szülni, jön vissza gyerekkel. De, de elég jó állapotban van ahhoz, hogyha ezen a részen túl van, ugye gyereket nem kellett elhelyezni, marad, marad vele, akkor saját maga keres pénzt, család besegít, ismerősök besegítenek, és tud önállósulni, mondjuk szerez egy albérletet. Ilyen esetek vannak. Az átlag egyébként, amit bent töltenek, ez a most a Covid előtti állapotot, mondom, az kilenc hónap volt, és utána már tudtak önállósulni emberek. Ez egy elég, elég rövid idő, mert ebbe azok is benne vannak, ez egy átlagszám, akiknek nem megy ilyen könnyen. Ők mondjuk egy másik csoport, akinek súlyosabb egészségi problémái vannak, és azt lehet mondani, hogy mondjuk egy ilyen négy-öt évet ajánlott eltölteni egy védettebb szociális intézményi közegben, és van mondjuk egy harmadik csoport még, akik, hát ők leginkább a transgenerációs trauma áldozatai, ahol viszont azt lehet gondolni, hogy az életre szóló ellátást célszerű elképzelni, mert hogy az ő állapotuk annyira súlyos, hogy, hogy nem valószínű, hogy önállósulni tudnak. Tehát egy ilyen laza intézményi keret az hosszú távon is ajánlott a számukra. Úgyhogy ez, ez egyénileg változik, hogy kivel mi a cél. A legtöbb ember fogja magát, megszületik a gyereke, akkor akörül lehetőleg minden nagyobb nyugalmat kell biztosítani, ne kelljen mással foglalkozni, a koncentráljon mindenki a dolgára, örüljön a babának, és őt lássa el, és akkor békén kell hagyni embereket. Szóval egyszerűen nyugalmat kell biztosítani biztosítani, ez egy ilyen, mindig valamilyen nagyon fontos szakmai kérdésre gondolunk. Nem erről van szó, egyszerűen békén kell hagyni ilyenkor az embereket, hogy ezt nyugodtan éljék meg ezeket a folyamatokat, és amikor majd ő azt gondolja, hogy lépne tovább, vagy vagy itt maradna egy darabig, és innen megy, majd bölcsödébe a gyerek, van, aki most mit született, és éppen kezdés van, most lesz óvodás. Tehát, hogy ez a szánd eltérő szándékok, és ez teljesen egyéni, hogy kivel miben érdemes megállapodni, de persze az a cél, hogy életet tudjanak teremteni emberek. Ezzel a hozzáállással működő ilyen típusú intézmény van még az országban, vagy mennyire egyedi ez, ami itt történik? Hát ez a támogatott lakhatás jogcíme, ez, ez, ez ilyesmi. Máshol is, tehát, hogy nem feltétlenül várandós nőkkel foglalkoznak, mert mondjuk, csak egy példát mondok, Szarvason van olyan intézmény, ahol kimondottan a csicskáztatással kezdtek el foglalkozni, ahol jellemzően idősebb férfiak az alanyok és egy meglehetősen problémás történet, hogy gyakorlatilag egy rabszolgatartásból kell kiszabadítani embereket, de hát ez ugyanilyen hangulatban zajlik, mert, mert hogy szintén ilyen nagyon komolyan problémás, bántalmazott és kihasznált emberekről van szó. Ilyen célcsoportokat lehet találni. Ez az egész támogatott lakhatás az egy nagyon rugalmas működési forma, tehát hogy egyik-másik fenntartó vagy működtető, mit gondol, kikkel akar foglalkozni, az a saját egyéni döntése, mondjuk mi egyszerűen, miután régóta ezt csináljuk, itt kismamák vannak, meg babák vannak. Mennyire támogatja a jogalkotás ezt az egészet, és akkor itt be is hozom a politikát is, tehát hogy Ugye szoktunk beszélni a 2010 előtt-után rendszerváltás előtt-után ellátórendszer helyzete Magyarországon. Mi az, amit ebből ti tapasztaltok, meg hát 15 éves működés után, mi az, amit láttok ebből? Tehát itt elég sok ellátórendszeri szekció így összeér, tehát hogy a hajléktalan ellátás, az addikció, az egészségügy, a szociális ellátás, tényleg minden. És akkor ebben ültök így a keresztmetszetében ezeknek, meg ezek az érintett nők is. Mit láttok azzal kapcsolatban, hogy egyébként ezt mondjuk nem nektek kéne egy egyedüli kis szervezetként a vállalatokon vinni, de hogy ez nyilván egy társadalmi probléma, hogy ezt mennyire támogatja egyébként a mindenkori rendszer? Hát ez egy érdekes és nem csak Magyarország érdekes ebből a szempontból, hanem, hanem hogyha egy megnézzük, hogy Európában vagy a világon ez hogy működik, hogy mindenhol ilyen nagyon eseti és különböző megoldások érvényesülnek. Tehát nincs például egységes Európai Uniós gyakorlat se, vagyis ez mindenhol valami, valami helyi jellegzetesség a vége, hogyha körülnézünk, tehát tudom én, Spanyolországtól Lengyelországig teljesen más ellátórendszer működik, és Magyarországon is. Az az említett 2006-os ENSZ egyezmény az azért nagyon fontos, mert hogy alapelveket határozott meg, mert mindenhol más történt addig. Tehát legalább a legalapvetőbb szabályokat tesz, hogy például nem lehet elhelyezni egy gyereket a szülőtől egészségi állapot alapján, illetve az államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy ellátást biztosítanak. Ugye ráadásul ez egy globális egyezmény, tehát a nemzeti jogszabályokat abszolút fölülírja az egész. Ez pont azért volt, mert hogy, mert hogy nagyon esetleges volt, hogy az ember melyik országban lakik adott esetben, teljesen másképpen gondoltak -e erre a problémakörre. Ebből következően ez Magyarországon se volt másképpen. Tehát itt igen, ez a rendszerváltás előtt, után, vagy 2010 előtt után. Mondjuk mi alapvetően a szülés előtt és után váltást tartjuk inkább számon egyes esetekben, sokkal fontosabb, mint ezek a politikaiak. Én azt gondolom, hogy itt, itt két dolgot nagyon érdemes elválasztani. Az egyik ez az egyezményből mi következik, mert ezek azért nagyon kézzelfogható, konkrét, végrehajtandó és Magyarországon ma hatályos jogszabályban lefektetett elvek. Tehát például Ilyen intézményt, mint amiről itt beszélünk, nagyon sokat kell nyitni, hiszen rengeteg ellátási igény van. Ugye a nagy intézményekből, a kitagulási programokban eleve kiköltöznek emberekük ők is 21 nehány ezeren vannak, vakok intézetétől kezdve, különféle kisebb mozgássérült más otthonokig. De hát van az a rengeteg, több százezer további ember, aki nem is került be ilyen intézményekbe, hanem így a mindennapokban közöttünk élünk, mindannyian vagyunk. Covid kapcsán csak zárójelben jegyezzük meg, hogy itt nagyon sok ember került olyan uh, uh, helyzetbe, uh, hogy hirtelen ott találta magát, hogy munkát veszítel, el, lakhatást veszít el egészségi alapon, és adott esetben a gyerekeit is elveszíti, tehát hogy ez egy sokkal általánosabb probléma, mint gondolnánk. A, a másik vonulata ennek az talán az, amit uh, Hát ez, ez, mondjuk Magyarországon is esetleg specifikusan jellemző lehet, hogy, és ez a rendszerváltás az kötődik inkább, hogy ugye ez egy ilyen rosszul hangzik, de gyakorlatilag a mai napig deportálunk embereket, fogalmazzunk így, a deportálás szót ezt sok mindenre használtuk, ugye általában a roma, roma holokausztól, kitelepítésen keresztül, a málenki robotig, rengeteg mindenre, ezek ismert történelmi példák. És egészen a rendszerváltási bezárólag azért ilyen gyakorlatok Magyarországon is érvényesültek, onnantól talán nem. Tehát nem hallunk ilyen esetekről, de ez a nagykorúakra vonatkozik. A kiskorúak esetében, ahol elhelyezzünk egy gyereket, Ugye az egy ilyen kényszer lakhely kijelölés gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy egy gyerek otthonba helyezzük, vagy más családba helyezzük, a gyerek az nem tud ezzel szemben fellépni, és mint hogy nagyon sok olyan eljárás zajlott mindig is Magyarországon, ami, ami szociális alapon elhelyeznek gyereket, bár szigorúan tilos volna. Ugye ombudsmani jelentés az arról szól legutóbbi 2017-es, hogy nagyjából a gyerekek egyharmada, az el, akiket elhelyeztek, az egyharmadukat szociális alapon helyezték el, ez szigorúan tilos volna. Ugyanígy vonatkozik ENSZ egyezmény kapcsán, hogy egészségi állapot alapján se lehet, de hát vélhetően ez is történik. Tehát, hogy ez a, a rendszerváltás ez abban az értelemben nagyon hasznos változás volt, hogy mondjuk felnőtt embereket tömegesen nem deportálunk, nem zárunk be recskere, kistartsára és hasonló helyekre. De a gyerekekre azért ez nem érvényesül teljes körülön, tehát azt mondható, hogy a, ha úgy fogalmazunk, hogy deportálunk -e embereket, hát tulajdonképpen igen, 0-18-as korosztályban. Szóval ez kicsit olyan, mintha egy fél sikerült volna ebben végrehajtani, a másik fele az még hátra volna, amihez hát igen jelentős mértékben fejleszteni kellene, nem csak a gyerekvédelmi ellátórendszert, hanem az össze Kapcsolódó területet, például támogatott lakhatásokat is, hiszen ahonnan elhoznak gyerekeket, akár szociális, akár egészségügyi alapon, ezek a helyzetek általában kezelhetők volnának, ha volna mögötte kapacitás, Hát ezeket kell megteremteni. COVID-helyzet hatása ezekre a nőkre, illetve a munkátokra, az ellátásra, amit tudtok biztosítani, meg ezekre a szolgáltatásokra mit eredményezett nálatok ez, meg mit láttok, meg mit tapasztaltak ezek a nők? Hát a bentlakásos résznél először azt tapasztaltuk, ez már az első hullámnál megjelent, hogy, hogy a, a, mondjuk úgy, hogy a mentálisan sérülékenyebb embereknél ez azonnali zavart okozott. Ugye egy szociális intézményre vonatkoznak szabályok, hogy mikor zárják le, kik, fogadhat látogatót, és így tovább. De ugye ez egy, itt bent laknak az emberek egy intézményben, tehát mindenki úgy érzékeli, hogy a magánszférájába vadkoznak be, hiszen hát ez a saját lakóhelye. Az első hullámnál ez keveseknél, de már okozott problémát, amikor az lecsengett és jött a második hullám, akkor azért már sokkal több embernél, mert megjelent az a kép, hogy ez most mindig így marad, tehát jön a harmadik, negyedik, 122. hullám, meddig tart ez? De ez nem csak egy intézmény, bárki más is a mindennapokban beszélgetett ilyenekről, hogy, hogy, vagy akkor most ezen túl így fogunk élni, vagy, vagy mi történik. És ott voltak ilyen ö, késztetések, egy kicsit ilyen, ilyen pánikszerű reakciók, hogy akkor, akkor, egy intézményből költözzünk ki valami albérletbe, mert arra majd nem vonatkoznak az intézményi korlátozások, és akkor ilyen, ilyen hirtelen próbálkozásokba mentek bele emberek, amik azért nem biztos, hogy a legmegalapozottabbak voltak, tehát hogy mondjuk egy másik, mert mit tudom, nálunk nők laknak, egyedülálló nők, akkor gyorsan szerezzünk egy pasit, akivel összeköltözhetünk. Nem biztos, hogy egy családalapítás, vagy egy magánéletének a szervezése az így a legszerencsésebb, de, de szerencsére azért nagy, nagyon nagy problémák itt a bentlakóknál nem voltak, inkább a, az ilyen anonim, alacsony küszöbbi szolgáltatásnak nevezett ellátásoknál, hiszen ott rengetegen alkalmi munkákból élnek, akár gyerekkel úgy bérelnek lakást, hogy takarítók, mosogatók és hasonlók is segítő munkákat végeznek, és amikor éppen bezárnak a vendéglátóhelyek, meg a turisztikai intézmények, akkor, akkor ők elveszítik a munkájukat. Gyerekkel nem nagyon lehet utcára kerülni, hiszen az gyerek jelent. Tehát ott rengeteg problémát találunk, és hogy meg hát a jövedelmük nincs, miből leszünk. Ilyen egészen hétköznapi kérdések merülnek föl, és akkor mindenki elkezdi felhasználni a ismerettségeit, rengeteg szívességet kér, ami egy ilyen járvány még elég, esetleg kettő is, de hosszú távon így nem lehet élni. Tehát ezeket a tartalékokat, nem csak pénzbeli tartalékot, hanem így szívességekben is mindenki kezdi fölélni, és hát igen, ebből adódik az, hogy egyre többen kérnek segítséget, mert ott állnak gyerekkel, és nem tudják fizetni a szállásaikat, és akkor milyen menekülő útvonalakat próbálnak keresni. Tehát ez gyűrűzik, ez begyűrűzik, ez már inkább a szociális válság része. És mennyire vannak veszélyben, akik komoly addikciós problémákkal küzdenek, tehát ugye a visszaesés az mennyire jellemző, hogyha mondjuk egy ilyen újabb hullám beüt, akkor mennyire vannak veszélyben ezek a nők? Nem feltétlenül esnek vissza, de az, hogy ilyen, hát azt úgy hívják, hogy megcsúsznak, szóval, hogy, hogy egy-egy esetben elkezd használni valaki valamit, és akkor mondjuk, ha észbe kap és szól, hogy baj van, akkor az egy korrigálható probléma. Tehát ilyen megcsúszásokat lehet bőven látni. Ez a bizonytalanság, ami mindenkiben él, aki éppen szerhasználó, annál ez úgy fog jelentkezni, hogy esetleg használt valamit, és akkor szól, hogy ismét valami probléma van, segítsetek, tehát hogy ez, ez jellemző, de hát ez, aki nem szerhasználó azoknál is, ez a nagyon nagy bizonytalansága, hogy az állásom, a hitelemet tudom-e törleszteni, az albérletemet fizetni, hát ezt most azért egy egész társadalom, sőt az egész világon mindenki meg tudja élni. Persze vannak ilyen rossz szokások, amikhez ilyenkor visszanyúl valaki. A fontos az, hogy jelezze, kérjen segítséget, minél előbb korrigáljon, ne ragadjon bele egy ilyen állapotban. Utolsó kérdésem. Aki nem nagyon ismeri ezt a témát, és nem nagyon ismeri ezeknek a nőknek a helyzetét, és ezerféle tévhitél a fejében, hogy egyébként ezek a nők megérdemlik, mert ők csinálták a bajt, meg stb. Mi az, ami mondanál azoknak, akik nem nagyon értik, hogy ez mondjuk miért nem csak egyéni probléma, és hogy milyen társadalmi gondolkodás lenne erről inkább jobb ami segítene? Mondjuk, ha az emberek a mindennapokban beszélgetnének egymással, az sokat segítene. Ugye említettünk ilyen adatot már, hogy mondjuk a gyógyszerhasználat, az 10-ből 4 terhesség. Tehát bőven elég volna, hogyha mindenki a saját családjában, baráti körében körülnézne, már feltéve, hogy szoktak őszintén beszélgetni egymással, mert ez egy fontos feltétel volna. Uh, és akkor kérdezzem meg azokat az embereket, akik uh, körülötte élnek. Uh, ez tényleg egy tágabb családi körben gyakorlatilag mindenki fog találni olyat, akinek volt vagy van valamilyen uh, pszichoaktív szer használata, nevezzük így alkohol, mindenféle tiltott szerek egyformán benne vannak, vagy a legjobb barátja, barátnője családjában fog találni ilyet. Kérdezze meg, hogy ő miért csinálta ezt, mi történt vele. Ott személyes történetek lesznek, amit sokkal inkább érteni fog mindenki, mint hogy valami nagy általános igazságot mondjunk. Így a, így a, magunk életében nézzünk körül, és amit ott találunk, abban azt próbáljuk meg elsősorban értelmezni. Óbert József, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, osz, hogy itt lehettünk ezen a helyen. Én is köszönöm szépen. Köszönöm, ez volt a Zsófilter és az interjú Óbert Józseffel. Hamarosan találkozunk, sziasztok!